rosszul kezdtem. Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt a január, úgyhogy ideje összegeznem, hogy milyen könyveket olvastam a hónapban. Januárban viszonylag sok könyvet sikerült kiolvasnom, bár nem mondanám, hogy annyira jók is lettek volna, de erre majd később visszatérek. Na de akkor nézzük, hogy miket is olvastam a hónapban. Az első könyv, amit kiolvastam, az Lila Bowen-től volt, a Treason of Hawks. Ez a The Shadow sorozat negyedik és egyben utolsó része, ez a Wake of Vultures-nek a lezárása. És a Wake of Vultures az a tavalyi évben az egyik kedvenc könyvem volt, és imádtam. És most azt kell mondanom, hogy ez az utolsó lezáró része, ez nekem nagyon nagy csalódás volt. Tehát azt még elbírtam volna viselni, hogy az előző két részben is már csak arról szólt végig a történet, hogy Rhett aggódik folyamatosan Sam miatt, és ez nem állt meg. És a negyedik könyvben ez már annyira erős aggodalom volt, és az egész történetet ezt tette ki, pedig sokkal fontosabb dolgok forogtak kockán a történet során, mint a pasia, de azzal volt végig elfoglalva, és engem ez hihetetlenül idegesített, mert nem ezért szerettem meg ezt a sorozatot, hanem a története miatt, és a története az elveszett valahol útközben, amit nagyon sajnálok. Úgyhogy ez a befejezés, ez csalódás volt, pedig azt hittem, hogy ez a sorozat az egyik új kedvencem lesz, hát csak az első része volt kedvencem, sajnos. A második könyv, amit januárban kiolvastam, az Ray Bradbury-től volt, a Fahrenheit 451. Ezt igazából azért olvastam el, mert idei szóbeli érettségén emelten kötelező tétel, úgyhogy nem árt, hogyha elolvasom hozzá a könyvet, és egyébként azt hittem, hogy nem is lesz olyan rossz, mert olyan érdekes volt a koncepciója a könyvnek, de egyáltalán nem az volt, amire számítottam, nem tudom, valahogy másra számítottam, tehát ez egy 1950-es évekbeli könyv, azt hiszem, és igazából szerintem ez látszódott rajta, mert én valahogy így modernebbre számítottam, pedig tudtam, hogy mikor jön a kiadása, csak nem tudom, úgy az egész koncepció az valahogy úgy tűnt, hogy akkor ez valahogy kicsit modernebb lesz, aztán igazából csak fura volt, és kicsit, de hát nem tudom pontosan, hogy mi a véleményem erről a könyvről, mert nem az van, hogy nem tetszett, de igazából nem is tetszett, szóval teljesen közömbös vagyok iránta. Elolvastam, megvolt, többször nem fogom, mert különösebben nem hagyott bennem mély nyomot. Olyan semmilyen volt. Pedig könyveket égetnek benne, de én így sem éreztem semmit. A harmadik könyv az Charlie Higgson-tól a The Enemy, azaz Felnőttek nélkül, ez a The Enemy sorozat első része, és ezt az Athenaeum kiadótól kaptam, amit ezúton még egyszer köszönök, és erről a könyvről igazából már csináltam is egy videót, azt ide belinkelem, három ifjúsági disztópiás ajánlós videóba volt, és ez a könyv, ez volt az első a hónapban, ami tetszett, és ennek nagyon örültem, mert kétségeim voltak, mikor elkezdtem. A története egyébként az, hogy egy vírus tört ki, ami a 14 éven felüli embereket vagy megöli, aki meg mégiscsak túlélni, az megzombul, és hát a gyerekek próbálják túlélni, és így tömören ennyi a történet, többet beszélek róla a videóban, amit ide belinkelek. De ez egy nagyon jó könyv, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom. És ez nagyon tetszett, és ez 7 részes, úgyhogy most jön a kérdés, hogy megvárom, hogy még le lesznek egyesével fordítva a kötetek, vagy megveszem őket angolul. Aztán elolvastam a hónapban még Cressida Cowell-től az Így neved a sárkányozat sorozat második részét, az Így lehetsz kalózt? Talán ez a magyar címe. Mert ugye most újraolvasom az Így neved a sárkányodatokat, és hát ez volt a sorban. Még mindig szeretem, még mindig nagyon jó könyv. Ebben a részben ismerjük meg Hablaty ősellenségét, és ez is egy nagyon jó része a sorozatnak, és még mindig szeretem az Így neveld a sárkányodat könyveket, és egyébként ez kell is ahhoz, hogy így most az Így neveld a sárkányodat hónap keretében tudjam gyűjteni az információkat, és nagyon jó könyv, és aki még nem olvasta volna az Így neveld a sárkányodat könyveket, azt tegye meg, mert nagyon jók. Ezután elolvastam még 2 darab kötelezőt szintén érettségire,
Ez az egyik a Kosztolányi Dezsőtől volt a Pacsirta. Hát ez a könyv különösebben szintén nem nagyon mozgatott meg. Azt hiszem, hogy a maga a történet is arról próbál szólni, hogy milyen unalmas az emberek élete, csak erről nem szerettem volna könyvet olvasni, mert ez egy nagyon unalmas könyv volt, szerencsére nem volt hosszú. És nem tudok róla mit mondani, mert annyira nem érdekelt a történet, hogy nagyon nehezemre esett odafigyelni, és nem is nagyon figyeltem oda olvasás könyvben. Tehát így el tudom mondani, hogy a címadó szereplő az a házaspárnak a lánya, aki elmegy vidékre a rokonokhoz, és akkor ők otthon maradnak egyedül, és hát mit kezdjenek magukkal, de így ennyi. Mennek ide, mennek oda, és ennyi. Jó, van kötelező olvasmány, úgyhogy nem lepődtem meg. Tehát a kötelező olvasmányokhoz már alapból úgy szoktam hozzáállni, hogy ez azért nem lesz az agyam eldobom tőle olyan jó történet, szóval ezért nem is lepődtem meg, hogy nem neveztem ki azonnal kedvencemnek a Pacsirtát, mert az Édes Anna ehhez képest mondjuk sokkal jobb is volt. De egyébként visszatérve a Fahrenheitre, arról pedig kicsit számítottam rá, hogy ez esetleg jó lesz, mert érdekesnek tűnt, és nem volt az. Aztán a másik kötelező, amit elolvastam még, az Ibsentől volt a Nóra, ez egy dráma? Dráma? Azt hiszem, ez egy dráma. És ez amúgy egész... hát ez hogy mondjam. Szóval igazából az egész érdekes volt a végére. Tehát amikor a végén így kiderül az igazság, vagy nem tudom, hogy mondjam, így érdekesebbnek hangzik egyébként így, de... Tehát az a lényeg, hogy kiderül benne, most ez spoileres lesz, gondolom, de kiderül benne, hogy Nóra és a férje igazából... Hát így... Így csak vannak. Szóval köztük így igazából nincsen semmi, van három gyerekük, de ők csak úgy vannak, és erre Nóra rájön, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ő ott hagyja a férjét. És igazából ez volt a vége, és az egész történet idáig vezetett el apró lépésekben, és így ennyi. Ez is olyan, hogy nem tudok róla igazából többet mondani, mert ez sem fogott meg. Na de az utolsó könyv, amit januárban olvastam. Igazából február 1-én fejeztem be, de előtte a 3/4-ét januárban olvastam ki, úgyhogy úgy gondoltam, ettől még ide tudom sorolni a januári olvasmányaimhoz. Jaj! És ez a könyv volt Hannah Richelt-től a The Shadow Year, és én annyira szerettem volna, hogy ez a könyv jó legyen, és arra is készültem, hogy ú, ez biztos jó lesz, mert ezt a könyvet is tavaly júniusban vettem, mikor nagy felindulásból vettem egy csomó könyvet egyszerre, és abból a csomó könyvből eddig csak kettő tetszett, úgyhogy nem jött túl jó arány, úgyhogy soha többé nem is fogok ilyet csinálni. De erre a könyvre iszonyatosan, de tényleg most már lehiggadtam, de mikor befejeztem, iszonyatosan mérges voltam. Mert ígért nekem egy izgalmas, érdekes, misztikus történetet, és amit kaptam, azért nem fizettem volna, mert itt a fülszövegen, meg itt a borítón is az áll, hogy 1980-ban 5 barát a világ végére elmennek Anglián belül egy elhagyatott kis cottage-be, és ők ott éldegélnek, és 30 évvel később, mert két idősíkon játszódik, a másik főszereplőnk az ide elmegy, mert megkapja ezt a kis házikot, és így szép lassan haladunk az időben, két síkon, a jelenben, meg a múltban, és az eleje az még érdekes is volt. Tehát az első 100 oldalig ott azért érzékeltem, hogy az 1980-as idősíkon nagyon sokat törődik a narrátorunk a pasival, és a pasin pedig látszódik, hogy vele nem kéne, mert nem érdemli meg. De jöttem vele, hogy jól van, ez biztos nem központi dolog, ez csak úgy van. Hát tévedtem elég nagyot, mert mint kiderült az egész könyvnek, igen, mert ide rá van írva, hogy 5 barát, egy elhagyatott ház és egy titok, amit nem tudnak eltemetni, és azt hittem, hogy valami hatalmas, nagy, izgi titok lesz. Nem. Igazából az egész sztori arról szól, hogy volt Kat és volt Simon, meg még a 3 másik barátjuk, és ők elmentek ebbe a házba, és egyszer csak megjelent Katnek a húga, Freya. És az egész könyv arról szólt, hogy Kat
fújt a húgára, Freyára, mert egyik este, amikor konkrétan begombáztak, a Simon megerőszakolta a húgát, a húga pedig terhes lett, és ezért a húgát hibáztatta 400 oldalon keresztül, ami kicsit idegörlő volt, mert miért? És annyira rossz volt, hogy tényleg az egész könyv arról szólt, hogy Kat annyira vakon, szemellenzősen szerelmes Simonba, hogy semmi más nem vesz érte, és nem vesz észre. És tök mindegy, mi történik, Simon nem lehet hibás, mert Simon a tökéletes férfi, és biztos csak a húga volt egy ilyen kis szeméntök, hogy lefeküdt a pasiával. És ezt tudnám még tovább ragozni, de nem fogom, mert igyekszem elfelejteni, hogy mi történt ebben a könyvben, a vége végképp kiütötte a biztosítékot, és nem szoktam könyvekkel dobálózni, de ezt a könyvet áthajítottam a ház másik felébe, és volt képe egyben maradni, és még csak meg se sérült. Szóval ez egy irtózatosan rossz könyv volt, és azért volt ennyire rossz, mert jónak ígérkezett, és a jó történet lehetőségét eldobta azért, hogy egy felesleges szerelmi háromszög, vagy nem is tudom mi volt ez, legyen a történet középpontjában, és ezen cívódjon két testvér. És elszpoilerezem, mert nem érdekel, nem akarom, senki ne olvassa ezt a könyvet el. De tényleg, ne olvassátok el. Tehát a vége az, hogy megszüli Freya a gyereket, és Kat úgy gondolja, hogy hát akkor most már neki semmilyen nem maradt, mert a Freya el akar szökni a baráti társaság egy másik tagjával, és akkor Kat úgy gondolja, hogy akkor neki már nincsenek lehetőségei, úgy gondolja, hogy megmérgezi magát, de kiseréli véletlenül a bögréket, és Freya mérgezi meg magát, és nem állítja meg, nem hagyja, hogy meghaljon. És még utána is konkrétan Freyát hibáztatja, és saját magát sajnáltatja, és a Simon a tökéletes pasi meg mindig, és agyabeldobom, komolyan mondom. Tehát ilyen borzasztó könyvet még nem olvastam. És az egész könyvön keresztül mindenki annyira hülye volt, hogy ilyen hülye emberek nem létezhetnek. Szóval katasztrófa. Szörnyű. El szeretném égetni ezt a könyvet. Hú! Én ezeket a könyveket olvastam el januárban, és ti mit olvastatok januárban? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!